A nevelési évhez közel lett volna a kezdés a Varró utcai bölcsödében. Én megnéztem ezt a Varró úti bölcsödét. Olyan károkozás, szándékos károkozás történt, és olyan alattomos módon, amit én még nem is találkoztam. Hiszen a fűtéscsöveket úgy rongálták meg, úgy szurkálták ki, hogy az igazából ne lehessen észrevenni, csak amikor a nyomáspróba van. És szándékos rongálás történt, szeggel átütötték rá, visszahúzták rá a szigetelést, hogy ezt ne lehessen észrevenni, csak amikor nyomás alá helyezik. Én nem tudom, hogy milyen ember követhette el, remélem a tettes megkerül, de az ilyen rossz indulat, az ilyen szándékos károkozás, a város egyik legszebb intézménye, mert csodálatosan megszépült a bölcsőde. Nekem is a három fiam oda járt, ez egy csodálatos, megújult bölcsőde, és ilyen szándékos károkozást, amivel kárt okoznak a közösségnek, én ilyennel nem találkoztam. Én bízom benne, hogy az elkövetőt megtalálják, megtalálja a rendőrség, hiszen rendőrségi feljelentést is történt, és megkapja a méltó büntetését, valószínűleg nem olyan méltó büntetést, amilyet igazából megérdemelne. Ugye a nevelési évhez közel lett volna ugye a kezdés a Varró utcai bölcsődében, most mennyire tolódik? Hát én beszéltem a kivitelezőkkel, még most csak a kár felmérése történik, hiszen ezeket a fűtéscsöveket akkor rongálták meg, amikor még nem kerültek a falba vakolásra, nem kerültek lebetonozásra, tehát most még csak felmérik a kárt, hogy hány helyen, de valószínű, hogy a több tízet vagy lehet, hogy százat megközelítő lukat furkáltak az egész fűtési rendszerre, tehát amikor nyomás alá kerül, akkor mindenhol folyik a víz. Én azt gondolom, hogy néhány napban még kerül a károk feltárása, és utána sok falfelület, sok járólap visszabontásra kerül, hogy megtalálják és meg tudják javítani azokat a pontokat, ahol a fűtéscsövek kilukasztásra kerültek. Tehát látszott az, hogy van, ahol szeggel ütötték át, valahol csavarhúzóval, tökéletesen látszik a nyom, a szándékos károkozás. És igazából, hogyha meg lesz az elkövető, akkor is az a helyzet, hogy nem lesz hamarabb kész a bölcsőde. Valószínű, hogy ezt a kárt nem lehet megtéríteni, de mindenképpen egy kicsit lelki nyugalmat ad, hogy ilyen galátságot nem lehet büntetlenül elkövetni. Nagyobb beruházások mellett kisebb fejlesztések is folyamatban vannak a városban, mint például új parkolók létesítése. Nem gondoltuk volna néhány évvel ezelőtt, de láttuk azt, hogy olyan nagy mennyiségű gépjármű van Karcagon. A családoknál először az egy, a kettő, van olyan család, ahol már három gépkocsi is van, és itt a főtéren nem lehet parkolni. Az önkormányzat megoldotta az iskolák előtti parkolást is, de látszik az, hogy a katolikus templomnál, a piacnál még igazából áldatlan állapotok vannak. Két dologra kell ilyenkor figyelni, amikor közlekedés biztonságra figyelünk, a parkolóknak a mennyisége, hiszen rengeteg gépjármű van a karcagiak tulajdonában, és rengeteg kerékpáros van. Idősebbek, fiatalok, gyerekek, akik iskolába mennek, és párhuzamosan a parkolók a gépjármű forgalom megnövekedésének megoldása, és a kerékpárutak biztonságossá tétele. Én járok a városba kerékpárral, én látom azt, hogy milyen jó a kisújszállás úti kerékpárút, széles, a felfestés megtörtént, most már a korlát is a kisújszállási úton feltételre kerül. És a piacon is persze sok vita volt arra, hogy az ott lakók nem szerették volna a kerékpárút megy előttük. De látszik az, hogy akár piacnapon a kerékpárosoktól a gépjárművek nem tudnak közlekedni. Balesetveszélyes helyzetek vannak. De most már a kerékpárúton tudnak közlekedni, védett környezetben, és így jobb a kerékpárosoknak, jobb a gyalogosoknak, és jobb a gépjármű tulajdonosoknak is. Én azt gondolom, hogy Karcagot elérte az a fejlődés, amikor már ilyen problémáink vannak, mint egy nagyvárosban.